November 2-ától elérhetőek az új kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifák. A becslések szerint a január 1-i évforduló minden ötödik autóst érinti. Azoknak a tulajdonosoknak, akik biztosítót szeretnének váltani, legkésőbb december 1-jéig fel kell mondaniuk a szerződésüket. Még mindig százezres nagyságrendű azoknak az autósoknak a száma, akik az évvégi kampányban biztosítótársaságot váltanak. A Magyar Biztosítók Szövetsége adatai szerint a mostani kampány az 5.313.207 közúti gépjármű állományból még mindig több mint 1.216.013 darab gépjárművet, köztük több mint 726.143 személygépkocsit érint. Ők válogathatnak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások közül, amelyek új tarifáit november 2-án tették közzé. A hazai gépjármű tulajdonosok 13 hazai biztosító ajánlatai közül választhatnak. Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az árak, még így is a legolcsóbbak közé tartoznak európai viszonylatban, olvasható a Mabisz közleményében. A díjakat a társaságok saját üzleti stratégiájukkal összhangban kalkulálják ki. Figyelembe veszik például a folyamatosan növekvő forgalomból következő baleseti statisztikákat, valamint a szervizdíjak és az autó alkatrész árak alakulását is. Köszöntöm a stúdióban Bálintné Francel Anitát, a Bisztor Alkusz lakossági osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több kérdés is felmerül itt. Ugye november 2-ával meghirdették az új tarifákat, tehát mostantól akkor január 1-től lesznek érvényesek ezek a következő árak. Hogyan alakultak, mennyit emelkedtek a tarifák, és vajon mitől függ az, hogy melyik biztosító mennyit emel, vagy hogy alakulnak a díjai? Átlagosan az a tapasztalat, hogy 15%-kal emelkedtek a díjak. Mekkora különbség van az egyes biztosítók között a tarifákban? Lehetnek óriási eltérések, tehát ilyen duplája is előfordulhat az egyes biztosítók között. Mitől függ ez a különbség, és milyen szempont szerint érdemes választani? Hajlamosak vagyunk a legolcsóbb felé orientálódni, de vajon ez a jó döntés? Így van, az ügyfelek többnyire a legolcsóbb biztosítónak a díját választják, hiszen kötelező biztosításban ugyanazok a szolgáltatások vannak az egyes biztosítóknál. Sok minden befolyásolhatja azt, hogy melyik biztosító a legolcsóbb, attól függ, hogy milyen kedvezményt ad az egyes biztosító az ügyfeleknek. Gondolom azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy melyik biztosító mennyire rugalmas, mennyire gyors, vagy leginkább a kifogásokat keresi. Igen, ez is befolyásolja az ügyfelek döntését, hogy az egyes biztosítóknál milyen gyorsan tudnak ügyet intézni, hogyha díjigazolásra van szükségük, vagy egy zöld kártyára, akkor azt milyen gyorsan kapják meg, hogy napokat kell rá várniuk, vagy akár egy telefonhívás után is megkapják már ezt a biztosítótól. Ez is befolyásolja azért az ügyfeleket. Mi a teendője annak, aki most akar váltani? A január 1-es évfordulósokról beszélünk ugye most. A novemberi hónap van a váltásra. December 1-én évfélig be kell érkezniük a felmondásoknak az adott biztosítójukhoz. Megkötni ezután is ráérnek az új biztosítást. December 31-ig van erre idejük az ügyfeleknek. Vannak erre külön nyomtatványok az egyes biztosítóknál, tehát le lehet tölteni honlapról ezt a lemondó nyomtatványt, vagy egész egyszerűen egy sima levélben el lehet küldeni a biztosítónak, hogy ő meg akarja szüntetni ezt a biztosítást? Egy levélben is elegendő, tehát személyesen, vagy személyesen bemegy az ügyfél a biztosítóhoz, vagy faxon elküldi a biztosítónak a felmondását. Mindenképpen tartalmaznia kell azért a kötvényszámot, a rendszámot és a szerződőnek az adatait, tehát ezek az alapvető követelmények, aminek meg kell felelnie a felmondónak, és egyébként pedig személyesen vagy faxon elküldheti a biztosítónak. Mi történik a besorolással, tehát ezzel a bónusz-málusz besorolással? Ez évfordulókor emelkedik a bónusz besorolás, ugye A0 az az alap, innen indul, és minden évben egy bónuszt emelkedik, hogyha nem volt károkozás az ügyfélnek.
az új biztosítás megkötéséhez mi a legcélszerűbb? Mit érdemes? Ma már gondolom neten is lehet, saját magunknak ki tudjuk kalkulálni, hogy melyik biztosító a legjobb. Ki az, akinek mégis érdemes egy biztosítótársasághoz, vagy akár egy alkusz céghez fordulni, egy broker céghez? Így van, az ügyfelek már saját maguknak ki tudják számolni interneten a díjakat. Még mindig vannak olyan ügyfelek, akik bemennek egy adott biztosítóhoz, és ott kötik meg a biztosítást. Ennek az a hátránya, hogy egy biztosító értelemszerűen csak a saját termékét, a saját díját tudja ajánlani. Ha egy független alkusz céghez mennek be, akkor ők pedig az összes, a piacon lévő összes biztosítónak a díját ki tudják számolni, és kiajánlani az ügyfélnek, és ebből választhatnak az ügyfelek. De gyakorlatilag saját magunk interneten keresztül is meg tudjuk ezt oldani, így tehát van, nem szükséges. Igen, nem szükséges ehhez bemenni. Mi az oka annak, hogy most már csak az autósok 1/5-ét érinti ez az évvégi váltás? Az az oka ennek, hogy 2010-től már nem a január 1-e az évforduló minden kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál, hanem innentől kezdve a vásárlás dátuma. Tehát, hogyha valaki január 30-án vette az autóját, akkor neki január 30 lesz az évfordulója. Az, akinek nem most esedékes ez az évforduló, az egész egyszerűen kénytelen tudomásul venni, hogy az ő biztosítója, akinél van egy élő szerződése, az valamennyivel megemelte a díjat, és azt ebben az évben, vagyis hát az adott évben végig azt fogja fizetni. Az adott évben, így van, igen. Van-e arra adat, hogy hányan élnek ezzel a lehetőséggel? Én a saját példámból kiindulva, én nem követem, hogy hogy mikor jár le éppen a biztosító, vagy a biztosítási évfordulóm. Ezért valószínűleg sokszor kiesek ebből a lehetőségből. Szerintem nem én vagyok az egyetlen. De hogy hányan élnek azzal a lehetőséggel, hogy biztosítót váltanak? 140-150 ezer váltásra azért lehet számítani. Tehát azért vannak olyan ügyfelek, akik évről évre folyamatosan nyomon követik azt, hogy nekik mennyi a biztosítási díjuk, és hogy van-e a piacon olcsóbb. Viszont vannak olyan ügyfelek is, akik évek óta egy biztosítónál vannak, és nem nagyon foglalkoznak vele, hogy van-e olcsóbb az ő biztosítási díjuktól. Mint szakértő, mi az, amit ajánl? Érdemes ezt folyamatosan nyomon követni, vagy hosszú távon igazából kiegyenlítődik? Én úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat, hogy érdemes évről évre azért ezt nyomon követni és figyelemmel követni, hogy mennyit ajánl az adott biztosítónk, illetve hogy van-e a piacon ettől olcsóbb. Mennyi terhet ró ez a biztosítási szakemberekre? Hát most már azért jóval kevesebbet, mint korábban, de azért még mindig van jelentős ügyfélszám, aki vált. Egy-egy biztosítónál mekkora a szelet a kötelező biztosítás a teljes palettából, és gondolom, hogy ez is befolyásolja a tarifa meghatározását. Ez változó, ugye van olyan biztosító, amelyik csak gépjármű biztosítással foglalkozik, de van olyan, amelyik az összes többi termékkel is foglalkozik, ami a piacon megtalálható. Mik a szélsőségek, ha mondana összeget, hogy mondjuk egy átlagos középkategóriás autóra mekkora különbség lehet az éves biztosítási díjban az egyes biztosítók között? Hát a 30 ezer forintos éves díjtól akár a 100 ezer forintos éves díjig is lehet. Tehát a legolcsóbb mondjuk 30 ezer forint, és a legdrágább 100 ezer forint is lehet akár. Ennél erősebb meggyőző érv nem igen szükséges az, hogy igenis figyelni kell ezekre az évfordulókra. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és tájékoztatott bennünket. Köszönöm szépen én is.